Na, hello, hello! Sziasztok, srácok! Már egy kicsit halkítom, mert itt nyomja a DS írét a fülembe már most. Így szoktam mindig kezdeni, hogy beindítom a játékot, és így berezonál a DS írre a fülembe. Na, mi újság? Mi újság? Várjál, visszateszem magam a chatre a telefonon. Telefoncset. Itt is vagyunk. Föl. Na. Egyébként majd azt mondjátok már, mert kutyógattam itt dolgokat a Streamlabs-omon. Lehet, hogy vannak új dolgok, amiket lehet csinálni. Lehet, hogy vannak, lehet, hogy nincsenek. Tehát akartam főzni a streamre, rájöttem, hogy elfogyott a teám. Ó, hát az nagyon rossz érzés. Csavarj bele egy kis citromot, meg egy kis izét, gyömbért. És akkor úgy már tökéletes is. Az sincs. Felkészületlenség, ezt edzőben nem szeretné az ilyeneket. Na. Akkor gyorsan megizi. Gyorsan megpörgentem a izét, a cigarettát, és akkor beszélgethetünk arról, hogy mi történt eddig, és mi fog történni most. Remélhetőleg. Most az történik, hogy egy nagyon nagy joystickre pöppentettem, hogy lenyugodjanak a kedélyek. Itt vagyunk újra Clive Barker álomvilágában, ahol aranyos kis szörnyek támadgatnak jobbra-balra, vámpírok, kedves kis vámpírok, Edgar Allan Poe. És hát most nem kell nagy összefoglaló, ilyen nagy vonalakba. Hát ott csak szólni kell, hogy edzőbá itt van, majd most ő helyre tesz. Hallod, edzőbá, nincsen Somának teákészlete. Nekem van 23 féle teám, melyiket kéred? Na. Szóval nagy vonalakban. Hűtőmágnes review? Lehet. Lehet egy hűtőmágnes review? Az a Cincin. Cincin testvére, Cincin testvének a barátnője és a Charlie. Cincin testvére, Cincin és Charlie. Balról Cincin faterja, Cincin materja, Charlie, Cincin és Cincin tesója. Valamint egy nagy-nagy puszi a kapitánytól. Akkor itt van a izé, a többi kép az nagyjából ugyanilyen. Itt van az öreg Sensi Lady, aki vigyáz ránk. Ja, jó fej az após, jó fej az após. Sensi Lady. Mi az 5x5? Kecske? Mint kecske, mi volt az 5x5? Na, még azt fogom csinálni, hogy itt most én gyorsan réhesselem az eventeket, aztán elmegyek gyors egy... Tudja, hogy néha csószózó? Kicsoda? A fater? Nem hiszem. Anyukám tudja. A hűtőmágnesre adatból... Miért? A Sensi Lady-vel mi bajod van? Nem, apus nem vágja, szerintem. Amíg látott engem, addig én nem is izért csosszantottam. Az anyukája lehet, hogy tudja. Mert az anyukája itt volt tavaly nyáron, egyedül, Charlie látogatóba, és és akkor én ott így... otthon vagyok, én itt esténként pöppentettem. Lehet, hogy megcsapta az orrát néha. De lehet, hogy olyan, mint az én anyám, aki azt se tudja, hogy mi az. Mindegy. Mióta CBD biznisz van, mindenki tudja, hogy nagy kanabisz van.
Ja, hát persze, de hát ez már óvilági dolgok. Óvilági dolgok például, hogy hogy a fiúk, meg lányok, ezek is ilyen óvilági dolgok. Szevasz, Levi. Úristen, mindenkit zöldre rendelt a Streamlabs-em, és így nagyon nehéz így nézni. Itt a chatbe jobb, mert kecskét lila, Peti narancsárga, Levi kék, és edzőbe is lila. Szóval az ugye kicsit követhetőbb, de így most itt izén mindenki. Jó van, nem kell izéni. Cinkálni. Ez csak egy cigit szívok, egy hosszú cigit szívok tartóval, izével, ilyen orosz módon. Egyébként gyerekek, hogyha tudni akarjátok. Na, szóval, helyzet az az, hogy a vámpír családnak már csak egy pár tagja él, akiket majd most el kell szépen módszeresen pusztítanom, kaszával, fejlevágással, vagy valami ilyesmivel. És ott tartottunk, hogy ezt a nagyon nagy agyszörnyet még leöltem a lovarda mellett, és ott volt egy hatalmas festmény rólam, amit egyébként szerintem vissza kéne menni megnézni még egyszer, mert ott nagyon gyorsan elhagytam a területet. Ugye felvettem egy kulcsot, ami eddig még nem nyitott ki semmit, és ott volt még a szívem. Lehet, hogy a szívemet megpróbálom felszedni. Tonhalas hagymás. Ez annyira alaplevi. Alaplevi a tonhalas pizza, hogy az brutál. Kissinger elmenekült, vagy meg Kissinger meghalt. Kissinger belezuhant egy hatalmas tüzes pokolba, vissza hova kell. És akkor ott a pingvinek, vagy a pelikánok is respekteltek nekem, így oda mentek. Szevasz, nagyon jó voltál. Úgyhogy Kissinger egy hatalmas nagy bombát kapott az arcába utoljára. Tehát a Kissinger ezt kapott mindenfélét. Kapott tőlem egy, hogy hívják ott? A Pó menekült el, a Pó még mindig él. A Pó még él. Meg egy csaj még él. És azon felül nem tudok többet. Lehet, hogy senki más. Úgyhogy elmegyek húgyozni, és akkor izzítsuk be a gépezetet. Jó a hang, meg minden? Az már volt. A kezdünk lassan screen, az már volt. Tökikém, ezért ilyeneké nem vonhatsz nekem pontot. Metodikusan mindig kezdünkkel kezdek. És aztán megy a kozsóért screen is mindjárt. De az majd csak akkor, hogyha elindítom a játékot. Tökikém. Egyébként bocsánatot kérek, lehet, hogy a szokásosnál még most is többet fogok pisi szünetet tartani, mert voltam ma szaunázni, és bedörrentettem egy 2 liter vizet egy gyűjtőhelyembe. Úgyhogy az sok. Na, akkor kezdjük. Egy kis bénázás. Na, hellóztok, sziasztok, gyerekek. Kezdjünk, jöhet a játék. Koson női streamer itt a magán. Ja.
Na, benne vagyunk, mehetünk. Ja, a Pó az egy geci ellenfél, az volt a legelső szellem, aki megjelent nekem. És eddig nagyon ilyen izé volt, ilyen ártalmatlan, csak így poénkodott rajtam, mint miközben egy cigit szív. De most már izé, most már ilyen... szadomazó cuccban így ront rám ilyen izével, kardokkal. És el se lehet izé, el se lehet... hozzá se lehet érni egyelőre, mert kell hozzá valami amplifier, amim nincsen, természetesen. Úgyhogy csak futni lehet előle. Na lássuk. Ja, itt volt a csalódás, hogy ez már nem nyílik ki. Sleep has denied me, Aaron. Ja, ez a német Aaron. Bethany Jewitch. Jól van. Nem érdekelnek ezek a szövegek. Szóval arra gondoltam, hogy visszamegyek még oda a lovardába, körbenézek, és aztán megnézem, hogy milyen ajtót lehet itt kinyitogatni. Valószínűleg ezek közül valamit ki lehet nyitni, ez a kulcsa. Ja, várjál, át kell váltani. Már a izé, kasza az eszi a izé. Na, azt a szívet föl kéne valahogy szedni. Az ott gyanús, hogy ez fölvehető item. De így lőni nem lehet rá. Van. Voltak dinamitok is. Ezt tutira kell majd valamire. Ha. Azt hallottátok? Na jó. Szerintetek ezt így elérem? Ez így fájni fog, hogyha leugrok oda? Á, kipróbáljuk. Kipróbáljuk. Ugorj. Ja, ugorj, mint egy kecske. Az lesz. Á, baszó. Ez visszatöltő. Szerintem ez meg lehet, ez simán meg lehet. Ha nem így, akkor az izé a turbóugrásra. Manuel, szép. Szép. Szép, szép, szép. Na hát ez megérte, ez a hülyének is megérte. Nem csak nekem. Könyv. Ez ugyanaz. Ez miért nem tűnik el? Nem tűnik el a könyv onnan. Na mindegy. Na lássuk. Azért egy kis védelem. Ez itt még mindig titokzatos, hogy ez micsoda. Csend. Ott olyan... Ez nem olyan, mint hogy egy ilyen külön elem lenne. Stuck. Damn door stuck. Ah. Anyád, miért adnak ennyi ízét? Dinamitot.
Oda nézd, mennyi dinamit. Valami tuti föl kell robbantani. Oké. Nézzünk csak. Szívesen... Mi? Úristen, de lemaradtam. Mi történik itt? De tanultanában azóta megy minden jobban. Köszönöm edzőbe. Szívesen érzelmek elcsórása van. Ugorj, mint egy kecske. Büszke edző, mikor harapja a szájszín. K1, KVJ plusz 1, plusz 2, plusz 3, plusz 2. Ó, úristen. Mi lett bárom, megnyertek végül a szürke marha baszók? Fú, de hogy villámlik? Ez itt a konyha, nem? Alaposan szétnézünk. Itt nem volt te... Nem volt más. Nincs más. Gyertek, buzik. Voltak kutyák annó. Semmi. Ezen át lehet ugrani, hát ne viccelj már. Viszont ki tudok innen, vissza tudok ide jönni? Előbb megnézem azt. Oh! Fuck! Beszopadtak, ott van valami. Szopadtak. Ez ott mi? Szarfaszú. Hopp. Szevasz, hóvirág. Kell ennek izé egyáltalán? Ilyen silver bullet. Átváltuk normál bulletra töki. Bom. Szávasz. Have picky paki. Ez nagyon jó ez a hely. Ez ott egy sír. Oké, nézzünk egy... Ja, hogy segíteni akart. Ne lőd le. Na, még egyszer.
Kósó, mesélhetnél egy picit a nick nevedről? Ja, hát ez egy nagyon, az egy teljes epizód lesz. Az egy teljes epizód lesz. Az azért ez nem mostani sztori. Igazából lehet, hogy egy teljes epizód, egy külön kiadást majd neki szánok. Majdnem tovább jutottunk az argentinok ellen, estünk ki az utolsó percben, volt egy előző mentésem. Belebeszél, hogy a VB döntő belgák ellen sörbe aszók is nyertünk. Szép. Az egy segítő nevetlen. Soha ne kezd. Egy segítő szoptató. De látod, hogy nem is támad, segítenek. Azért nem támad, mert ilyennel már találkoztam. Csak egy kisebb fajtájával. De ők köpködnek. Távolról lőnek ők is. Csak nem egy ennyire távolról. Segíteni akart. Jól van, gyerekek? Minusz KE 10. Ments előtte és nézd meg a következőt. Na, ja. Ekkora sztori. Na, ez... Nem, ezt csak úgy poénból mondtam. Körülbelül annyi történt, hogy... szerintem ilyen... itt valami zene van. Itt véget is ér az eső, úgy nézem. Elállt az eső. Elállt az eső. Szóval általánosban szerintem egyszer egy hétig vagy két hétig hagytam nőni a hajamat. És a pattársam, aki az egyik legjobb haverom is volt, a Magyar Balázs, az így valahogy, nem tudom, hogy úgy nézek ki, mint Kozsó, vagy valami ilyesmi. És ennyi. Sztori. Ezzel a hosszú hajjal úgy nézek ki, mint Kozsó. De szemét nem lehet benézni, hogy mi történik ott. Na jó. Kicsit izés. Kicsit Alien versus Predatoros. Nagyon jól néz ki ez a kis cottage. Na is éget? Piranyák? Oda néz, ott a tetőn van valami luk. Ez ebben a játékban nagyon ritkán jelent semmit. Ennek mindenki jelentősége van. Hopp. Oda néz, szétnézünk. Nézd meg jobban, hogy élnek anyádék. Nézd meg jobban, hogy élnek anyádék. Talán nyikarog. Na jó, ott egy nyitott ajtó. Itt is egy nyitott ajtó. Akkor azt hiszem, menjünk be. Ott egy ajt, ablak izé. Gyönyörű. De milyen hang. Megy itt a bizsergés. Bizsere, bizsere. Ha! Mit csinálsz? Eltemetett valamit? Úristen, hogy néz ki? Mit csinálsz itt? Itt! Oda néz! Hallod? Dinamit! Mit akarsz nekem mondani, játék? Wow!
Hát ez nagyon szép lesz ez a csaj. Na jó, hát akkor csináljuk, amit mond a játék. Egy dinamit. Oda néz. Fuck off. Az mi? Oh, kutya. Kutya. Ah! 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 Shit! Ott van még egy. Oda nézz a kaszám most már, hogy sebez. Ott van még egy. Hova mész, faszi? Anyád! Áh! Mi történik? Hárman. Áh! Pedig már majdnem megvolt a health pack. Ó, de sok. De rég mentettem. Itt mentettem? Hallod, nagyon sok izé kutyus jön. Ahhoz föl kell készülnöm rendesen. Na várja. Akkor a kutyusig semmi nem történt. Ja, a tibeti ágyú az jó volt annó. Ah, de miért nem varázsoltam ezt? Úristen, de hogy befagytam. Hát a varázslattal szétszedtem volna őket azonnal. Mint ezt. Oda néz. Volt virág, nincs virág. Bom. Segítő virág, már ez. Ebben a játékban semmi nem segít. Give me fuel, give me fire, give me tower charge. Oké. Okay. Akkor mi volt meg itt? Eláll az eső. És aztán mehet a nagy keresgélés. Meg a dinamitozgatás. Kozsóért. Szerintem jót harcoltam azért. Már rég küzdöttem ennyi kutyával, és ezek erősebb kutyák voltak, mint izé. Viszont szerintem nem szabad kimenni innen. Kimegyek, akkor itt még több terem. De aranyos zene van. De most, hogy tudom, hogy az triggereli őket, akkor lehet, hogy még körbenézek még? Még egy kicsit jobban körbenézni? Lehet, hogy föl lehet menni a másik izé, másik emeletre? Nem, előbb elintézem a kutyákat. Robbantok egyet és elintézem a kutyákat. Egy okos robbantás, és elintézem a kutyákat. Pisztoly, nem, sotival. Soti. Fölrakok egy soti és koponyák. Fürdesd meg magad a patakban. Nézz szét, persze.
Erősebb kutya baszik. Szerintem menj vissza. És baszd meg a dögöket. Jaja, az lesz, az lesz. Most elmentem, és megbaszok mindent. Rendes golyóm vagyok. Fölrakok egy izét. Egy pajzsot. Koponyányi manyók. Dinamit, és aztán egy izére, a health-re. Look. Nem kell, hogy look. Oké. Okay. Nem kell look, haver. De szép lövés. Ajtó. Hú, még hívott egy párat. Ott is jön még egy. Ott is jön még egy. Úristen, hányan jönnek? Lehet, hogy innen el kell menni. Csaló. Hú, ez most föltornázta a szívverésemen. Mint egy jó edzés. Erőnléti edzés. Ja, a varázslat az durva. De raktam rá, ez most maximumon van az a varázslat. Mert tudod, így a játékban hogy adnak ilyen izét, ilyen amplifiert, ami így felerősíti a mágiaimat. És izé, és azt te választod, hogy mire. Hogy a többféle mágiám van, és akkor te választod ki, hogy mire. De ez a koponya, ez nagyon jó, erre ráraktam mindent. Ötös szintű, és ötös szintű lehet. Szerintem, meg a pajzsom is ötös szintű. Ja, ezek Stranger Things szörnyek. És ezek nagyon parák. Én ettől nagyon féltem az elején. Így a izék, így a többiek, ezek ilyen gusztustalanok. Ezen kívül csak a izére, a repülő szörnytől félek nagyon. Attól az angolnától. Na jó. Még ott visszamegyünk körbenézni, ha már itt elmentettem egyet. Még rohangászik. Az anyád. Wow. Ah. Ah.
fájja. Basz meg, de utálom ezt a helyet. Jönnek még? Aha. Oda néz. Én itt mentek egyet szerintem. Na mit szóltok? Milyen volt? Ásott kosó, kit röptébe, ugye? Az nagyon tetszett nekem is. Abból mehet egy klip. Bárki is csinálja. Azt nem tudom, hogy itt most többen lesznek, vagy izé? Csak az az egy már lent. De most már innen elhúzok szerintem. Most már jók vagyunk. Szerintem kilútoltam ezt a helyet. Pedig az milyen könyv. Húzunk innen. Az csak a tető. Jól van. Oda néz, ott vár valaki. Hogy mi az? Kozsó the Kid, de azért annyira nem. Na jó. Még egy kis HP töltés, és akkor menjünk. Mert szerintem itt már nincs semmi, csak halál. Még több retkes kutya. És akkor figyeljünk itt, hogy itt bármi is van itt a sarkon. Oda néz. Hú, hát az ott beglitchelt az a cucc. Nem lát. Az egy nagy, nagy agyszörny. Meghalt az agyszörny. Azt hogy kiszúrtam? Azt hogy kiszúrtam ott? Azt hogy kiszúrtam? Bum! Save. Are you sure? Save, saving. Okay. Of course I'm sure. Hú, olyan az. Ja, csak a lövéseim. Van még valaki? Ha! Ha! Mi volt ez? Oda néz. De telibe, Kozsó the Kid. Így már nem is vagy olyan veszélyes itt nyílt terepen. Oda néz itt nyílt terepen, tesó. Semmi. Erről jöttem? Az ott mi? Az ott úgy néz ki, mint egy barlang lenne. De ez a kulcsszó. Csak úgy néz ki. Ez milyen golyók voltak még itt? Itt hagytam valami golyót. Nem tudom fölvenni őket. Hát ez kemény volt. Kozsma kifejezetten, köszönöm szépen. Plusz 3. Ez szép pró volt. Egész jó. Van ilyen retro stílusú. Nice shot. Ja, ez volt. Plusz 3. Köszi szépen. Kozsma kifejezetten jól játszol. Ja. Most még izé, az elején mindig jól megy, és aztán izé, kezd beinulni a végére. Azt valaki nézte, hogy milyen kulcsot vettem föl?
Aaron's Room ki. Jól van, Aaron's Joe. Van még csomó dinamitom, Phosphorus, Shotgun Ammo, Silver Bullethez is vettem föl. Akkor milyen bulletet nem tudok fölvenni? Két Amplifier. Health Pack. Na jó. Menjünk akkor. 100 HP, minden víg. Ez a két ellenfél, ez most nagyon jól esett. Ez a két nagy dagad geci. Hogyha nem vagyok beszorítva velük, akkor izé, és néz ki, nyílt, visszanyílt az ajtó. Valaki széttörte. Visszaértem. Akkor most meg tudom nézni. Vajon. De abban már voltam, abban a házban. Na jó, menjünk. Oda néz, ott kinyílt. Nem. Haluci. Haluci. Azt hittem, ez itt kinyílt. Haluci. Hopp. Ki mondta, hogy be akarok menni? Ki mondta, hogy be akarok oda menni? Stuck. Oké, okay. Lehet, hogy mégis be akarok oda menni. Valami kis loot még. Már mindent felvettem. Csaló. Már megint te vagy, Pó. Azok a tányérok, azok nagyon megsebeztek. Kurva anyád. Erre már jártam egyszer. Erre már jártam nagyon sokszor. Vajon erre kéne jönnöm? Erre üldöz. Aaron's Room ki. Bethany's Room ki. What the fuck? Hallod, húz. Úristen. Az ott húzott. Az ott húzott magával. Be akart húzni az ajtó. Oké, most nem tudom, mi a fasz van. Most arra menjek az ajtóhoz?
Mi történik most? Ja, hogy izéről, Stranger Things-ről beszélgettek? Nagyon örülök. Segítsetek, az az ajtó, azt be akart húzni. Most kinyílt rendesen. Á! Baszkalap. Erre jöttem. Jó fele megyek? Ott van az a szarházi. És jó fele megyek? Rossz fele. Kurva anyád. Stuck. Won't budge, stuck. Akkor ez rossz fele van. Elég ideje mászkálódunk itt. Az anyád! Look. Hova look? Look the meat. Meat look. Out of your league, boy. Ennyi. Nem mondod. Ennyi. Ez most megsebezett, vagy nem megsebezett? Out of your league, boy. What are you talking about? Kozsó fél. Kozsó fél. Abszolút fél. A 170 a mana pontom. Tudok varázsolni, és az manába kerül. Nem tudom, miről beszéltek, komolyan túl sokat írtatok, most nem tudom visszanézni. Valaki foglalja össze, hogy ezt elmentettem? Kozsó nagyon fél. És most megöltem azt a csajt? Ezt komolyan megöltem? Kissinger and Red, hagyjad már magad. Otto lives in England, perhaps I will have to pay Bethany. Hát most már nem fogsz senkit sem meglátogatni, Bethany drágám. Megint le izébe a pokolba. Haver. Úristen. Mi történik itt?
Edgar Allan Poe! In your face, Edgar Allan Poe! In your face, Edgar Allan Poe! Az anyád! Hát ez engem is beszaradott. És mi történt velem? Leütött? Úristen. Trollok? Trollok? Ezek trollok? Mi történik itt? Átment izébe? Gyűrűk urába? Ez izé, ezek a törpök. Törpök meg az izé, a barlangi trollok. Mi történik most? Cthulhu! Az ott Cthulhu volt a vízben. Úristen, ki az? Jó a zene. Ez jó az a kánt. Milyen effekt. Úristen, milyen effekt volt. És ide szippantott. Tényleg itt vagyok? Tényleg itt vagyok. Mi a fasz? Tudok újra repülni. Oda néz. Hát, tökikéim, ez már tényleg elmebeteg szint. Mi történt? Mi történt? Most hol vagyok? Szerintem megöltem mindenkit, nem? Na, várjál, visszaolvasok most már komolyan. Ez a csaj, akit a lyukon keresztül nézte az előző részben, pontosan. Hopi. Ahol elakadták. KJ10. Na ez gyönyörű volt. Köszi szépen. Halálra rémültem. Kurvára halálra rémültem én is. Plusz 500. Elsőre. Elsőre levágtam Pó fejét, valószínűleg. Láttátok? Láttátok, hogy levágtam? Hát ez nagyon nagy volt. Kösz 500, köszi. Plusz 100. Megállt a szíve. Segítő Yetik, belerázódtál a vámpír fejezésben. Hát itt a végére, ja, jön a bátyám. Bejutották, Ozsó, a nagy hack. Ezek a villás kulcsos harcok, nem lehet, hogy csak segítő vízvezeték szerelők. Elég sok a víz, ahol eldurantott a cső. Rákapcsoltak a vámpírék, látván milyen simán lefejezted azt az arcot. Hát, bacsém, azért nem volt az olyan sima, szét. De... bele kell tenni az ákapcsontot, és akkor élet föl, és akkor lehetett kinyírni. Ez a játék, utálom, de nagyon szeretem. Annyira perverzen logikus. Annyira perverzen logikus. Na, tartsunk egy kis cigi szünetet, mielőtt itt szerintem a végső csapás. Valaki itt a végén, Cthulhut kell szerintem leölni a végén abba a nagy kútba. Meg előtte egy pár trollt megölni. Mondjuk ott kíváncsi vagyok, hogy a trollokat mi viszi. Kíváncsi vagyok, hogy a trollokat mi viszi. Kiderül majd. Egy cigi? Pervers logika. Még eszel? Jó, akkor nézzünk körül itt egy kicsit. Elmentettem? Hol vagyunk? Nem mentettem el, oda néz. Hol vagyunk? Mit mentett? Eternal Autumn Forest. Oda néz. Hát akkor én a mennyekbe mentem, nem? Én itt vagyok a mennyekben, most már csak le kell raknom a fegyvert. És élveznem itt a izét. Lehet, hogy ez már csak egy ilyen élvezős rész. Ahogy csak így nézelődök, meg lootolgatok. Orba szájban, meg olyan ellenfelek jönnek, akik nem ütnek vissza, csak segítenek. Na jó. Lehet, hogy akkor bátyádat kell leszedni itt a végén. Nagyon sajnálnám.
Foszforusz golyó. Na nézzük, ez kifogyhatatlan töli. Nem. Kasza. Healing root. Nézd meg mindent. Lehet, hogy ebből is lehet eszegetni. Nem. Azért mindent nem lehet. Ha. Journal. Szóval ez lesz a izé, a végellenség, úgy nézem, Cthulhu. És ez betriggerelt valamit legalább? A zenét az triggerelte. Ott van valami. Ott rám lőtt. De nem jól járt vele. Jó. Jó. Ez mi lehetett egyébként? Virág. Virág. Ez a segítő virág, na ezzel akkor izé bebizonyítottam Somának, hogy ezek nem barátságos virágok, nem segítő virágok. Áh! Ilyen Stephen King-es lények. Stephen King-es lények. De nehéz. De nehéz. El akartam olvasni, hogy mit írt. Greet you, Patrick, my brother, crusading hero. I have brought you the... Ez Bethany. Ez még csak Bethany. Bethany lenne a végellenség. Akkor kitöltem meg egyébként a izébe, abba a szobába. És el nem olvasom, hogy mit üzenged. Hát, hogy átváltok sima shotgunra. Sima golyós shotgunra. Lehet, hogy ez így könnyebb ölni őket. Nyomok egy csalót is. Rimworld-nél szerintem említettem. Micsoda? Dwarf Fortress. Már megint elvesztettelek titeket. Gumófák. Dwarf Fortress. Soma Hardcore Stream. Rimworld. De Dwarfról hallottam, az nagy alvós stream lenne. Ja, ilyen 11 körül kezdjed. Ja. Jó van. Na, megyek tovább. De az a beteg, hogy tudok repülni megint. Az nagyon boldoggá tesz. Itt egy pár köcsög. Meg egy növényke itt. Á, oda néz, már ütött. Ütött volna hátulról. A csápjaival. Ezek olyan furán halnak meg. Oké. Okay.
gyors. Some healing route. A köcsökből. Spear gun. Ne fasz. Új fegyver. Itt a végén még ad egy új fegyvert. Oda néz ezekre az útra. És egy healing route van benne. Elnyomok egy pislantást. Egész jól húztam pislantás nélkül. Na, nézzük vissza akkor mit. Olvasd jobban a chatet, mester. Ja, de annyit írtok, hogy hogy kiölök két izét, két enemit, bazd meg, és be van telve az egész sor. Valami izéről, más játékról. Ahelyett, hogy itt bíztatnátok, hogy gyerünk, geci. Ez is mekkora lövés volt. Azt mondja, ezek milyen halak. Valami 24 órás streamet, stróma edző, bár itt van még. Persze, persze, töki. Amúgy a Twitch-en is nagyon pörög most a DF. Remélem sikerül betörni a mainstreambe, nagyon megérdemelni. Valami 20 éve fejleszti a tag és ingyenes volt. Jobban olvast a chatet. Nem elég, hogy jobban játszol, olvas is jobban. Megpróbálom. Ez egy közönséges geci baszó amúr. Na ezt kapott el még pisa előtt. Ez szerintem csak egy bónusz fegyver. Ja, lehet. Elég gagy egyébként, ja. Valami ősember rakta volna össze. Víz alatti harcok jönnek. Ez azt jelenti... mondasz valamit! Nem hülyeségeket mond egyébként Levente itt néha-néha. Rafinált ős dán játékos. Azt írják, hogy a legkomplexebb játék, amit valahogy is játékba került. Valahogy gondoltam, hogy ez lesz a kedvenc játéka. Minek bíztatni, amikor ilyen jól játszol. Köszike. Az mindig jól esik egy kis bíztatás. De ja, a Rimworldről beszélsz, vagy arról a Dwarf akármiről, amiről a Soma. Mert a Rimworld az tényleg elbaszottul összetett és mindenre kigondolt játék. Ha annál is durvább, akkor az lehet, hogy nekem sok. Elmentettem? Ne. Na nézzük akkor, hogy mit kell itt. Shit! Okay, ezt vissza is töltjük, ez nagyon jó volt, hogy elmentettem. Az a víz az elvitt. Oda még föl kéne menni, körbenézni. Elvitt a víz. Az mi? Valami szörnyike. Esze haver.
Valami más is sistereg már. Kozsó the kid. Na gyere, most kapsz teljes löketet. Ez jól esett, mi? Meghalt. Hülye szarházi. Ah. Ah. Fasza löket. Ott is egy virág. Én szeretem az ilyen open mapokat, mert szépen lehet csalni benne. Szépen lehet csalni itt. Jól van, menjetek. Ez vajon itt mit őrzött ez a csávó? Vagy csaj? Some spears. Look around. Oké, töki. Ah. És mit csinálsz itt, töki? Csak itt gugulgatsz. Elmentjük, mert ez azért szép akció volt, ilyen szép csalóan lesznájperelgettem őket. Dongalem. Hess. Hessinget. Ja. Na jó. Akkor menjek a medencébe, vagy itt menjek itt fönt? Itt van egyáltalán út? Ja, itt van egy kis út. Valaki figyel is. Elég predátoros egyébként ez a nyílt terep. De most lemenjek a vízbe? Mert az nagyon elvitt. Ah! Jézusom! Oda néz. Itt jöttek a izék, az ősemberek. Ez a növény, ez nem... Látjátok, hogy nem vicces ez a növény? Hopp. Ez nem vicces ez a növény. Azokat ki kell írtani. Kipróbáljuk. Pú, de szar. És nézzek, már ott volt a csápja. Ja nem, mert belelőttem a földbe. Belelőttem egyszerűen a földbe. Hopp, oda néz, ott volt a szemétje. Milyen csapda itt? Na jó, bemegyek. Oh, úristen. Ez te ostoba volt. Meghalt a másik is. Itt fönn vannak a virágok. Oda néz.
Röptébe azért a halat. Én már csak így tolom, gyerekek. Röptébe hal. Hessinget segítő. Szúr segítő, szerintem igen. Fülöp Timi, guggoljál már le. Gondoltam, brutál megölt, csúnya volt. KJ-16. Koponyás dolgot csinál. Az a varázslat, ja, az a koponyás varázslat. Azért, mert folyamat tölti vissza egyrészt, másrészt meg vannak olyanok, amik nem kerülnek túl sok manába. Azért, mert ötös szintű, azért ilyen gyakorlatilag semmibe nem kerül. Nyomok egy szévet. És akkor menjen itt egy cigi szünet, azt mondjátok? Azt hallom. Azt hallom itt tőletek, hogy egy cigi szünetet toljunk. Nézd. Akkor ez lehet, hogy a sétálós, megnézegetős útvonalat választottam. Ami ugye elég jó ötlet. Mert itt a víz az lehet, hogy elvitt volna engem odáig. Ahova menni kell. Egyszerűen is semmit nem vehettem volna fel. Meg se ölhettem volna ezeket a izéket. Ősembereket. Hát ez a szar. Ah! Ezek kis aranyosak egyébként. Kicsit olyan, mint a parások lennének, de nem azok. Ezek aranyosak. Most előttem hármat egy izére az árnyékra. Húha. Már megint vihar van. Itt vagyunk. Itt nagyon sok izé lesz. Na, menjünk cigizni. Menjünk cigizzünk egyet akkor. Mert itt végén még kiakasztom a játékot itt egy gyűjtő helyembe. Túl jól megy. Túl jól megy. Na mindjárt magához tér a komputer, és akkor be tudom rakni a cigiszünet ikont. Itt is van. Melyik legyen? Cigi szín. Cigi kettő. Cigi szín. Csumika. Thank you.
Na, én itt vagyok. Ne félj, Peti. Beszélhetünk. Amíg a többiek vissza nem érnek a cigikéről. Én is izé... Csak egy fél sodrós cigit szívtam el. Néztem, hogy már másfél órája megy. Már lassan 10 óra van. Mármint 10 óra múlt. Nem félsz, Peti? Ja, ez most tényleg nem egy olyan ijesztős rész. Amikor jól megy, akkor izé, akkor nem ijesztős, mert akkor csak levágom a fejét és kész. Csak belövök egyet és kész. Á, Peti. Á, Peti. Szóval, ja. Remélem nem tesódat kell izé lekaszálnom a legvégén. Kutulut. De majd meglátjuk, hogy ki a legvége. 4:12. Jaja, pörög az idő. Még szerintem, hogy ráhúzok egy izét, egy fél órát, fél óra, 20 vagy 40 percet. Aztán izé. Aztán, hogyha nem értem a végére, akkor majd a legközelebbiből. Mennyi van? 8-a van. Még van időnk, rengeteg időnk van, még be tudom fejezni. Mielőtt turnéra indulok. Mielőtt elindulok a izére, a Kozsóért turnéra. Nyomjam neki? Ja, nyomom. Még megvárom, hogy izé, Soma meg Levi visszajegyen, hogy ő aktívak. Hosszú ez az évad, ez egy nagyon hosszú játék. Az Alien vs. Predator is hosszú volt, de az csak azért volt hosszú, mert végigjátszottam az Alien-nel, utána végigjátszottam emberrel is. Tehát így izé, úgy hosszú volt. De ez tényleg abszolút hands down a legizé. Szép volt, töki. KJJ plusz egy. Szóval hands down ez a leghosszabb játék, amivel mostanság játszottam. Ugye nem tekintve a Rimworldot, mert abba bármennyi időt bele lehet szánni. Amennyit akarsz, akkor menekülsz meg, amikor akarsz. Ha már megépítetted az űrhajót. De ez tényleg sztoriba, ez nagyon durva. És a legjobb is? Köszi szépen. Igyekszem. Már terve van a következő játék, amiről most nem mondok majd semmit, de az is jó lesz szerintem. Az egy ilyen novelty játék lesz az izé. Abszolút stílustól eltérő, mert most már ez a horror. Mindig ezt mondtam legutóbb izé, az Alien vs. Predator után is, hogy izé, hogy ez a horror most egy kicsit izé sokkol. De aztán mindig vissza kell térnem az izére a horror játékokra, mert az izé, az igazából az fekszik a legjobban. Mi lesz a kövi Kozsó játék? Na hát, ebből nem mondok semmit. Senki nem fogja tudni, és csak majd nézitek, amikor kezdődik. Az Alien vs. Predator volt neked a kedvenced? Ja, nagyon sok szempontból nekem is az volt a kedvencem. Annyira gonosz egy játék volt, és annyira sikerélménnyel töltött el, amikor az emberes missiont megcsináltam, mert az Alienes is nehéz volt, de az emberes mission volt a legparább. Ha körútól leszel, attól még tudjuk nyomni, hogy ja, persze, hogy tudjuk csinálni. Mindent csinálunk. Turnézok egyet, utána jövök egyébként. Az Evil Dead, az viszont szórakoztatóan jó volt. Az Alien vs. Predator viszont olyan sikerélménnyel töltött el, amikor az ember missziót megcsináltam Frostival. Az nagyon kemény volt. Én is nagyon szeretem. De én kiskoromban nem csináltam végig. Kiskoromban elakadtam mind Alienbe, mind izével, mind az emberrel. Szávasz, Rolcsi! Ja, mindig szoktam így bevárom az embereket, nem csak elindítgatom így a cigiszünet után. Neked akkor melyik volt a kedvenc izéd, Kozsó streamed eddig? Így Levi, az ABP kurva jó volt. Egyébként az inspirál, hogy szubnautikázzak, mert értem, mennyire jó nézni, hogy egy haver fél a játéktól. Ez totálisan igaz. Én imádlom, ahogy nézni, ahogy szubnautikázz, az valami hihetetlen. Azok az arcokat, amiket tudsz vágni.
Megijedsz a kis halaktól, hogy mint tényleg itt a kutyáktól, meg itt az ilyen szörnyektől, amik így beleizélnek, így. Na jól van, akkor látom, mindenki megvan. Szevasztok. Akkor visszatérhetünk erre a kegyetlen játékra. Visszatérhetünk. Nem tudom, mi történt most. Oda néz. Csapda. Csapda. Hol vagytok, kis halak? Itt van. Oda néz. Elbasztam. Milyen rendes, hogy ott így bevár. Szegény. Majdnem sajnálom lelőni ezeket az ős embereket. Ha! A kurva anyád. Az micsoda? Cseszek egy izét, egy kis sütikét. Hopp. Gyere, köcsög. Nyugi. Ne őrüljetek be. Jól van, mennyi. És itt voltak. Ezek debuták. Butuskák. Buzáj. Hát nem olyan vészes ez a rész. Kis köcsög, nekem ne dumáljál be. Azt mondta, hogy tipár dollár. Hopp. Mi löket volt? Nagyon kevés golyom maradt. Ahogy így nézem. Ez miért nem hal meg? Okay. Nagyon kevés golyom maradt itt a végére. Spears. Akkor megyek ezzel. Legyen. Legyen fair. Fair fight. Most úgy nézem, hogy itt lehet lefele is menni, meg fölfele is. Hopp. Hú. Ez de lassan tölt. Hú, ez viszont elég jól sebez. Az anyád! Ooh.
Ú, de jól lő vele. Nagyon jól lő vele. Majdnem kinyírt. Nem, Roli. Műfajtévesztés, ez egy chatting a Twitch-en. Tudhattam volna, hogy csak téged, Peti, kell kérdezni. Pedig soha válaszolt. Hangulatos vidék. Jó, az a halálfej varázslat. Van valami más tápos varázslatod is? Ennél táposabb nincsen. Csak ez. Ez a legtáposabb varázslatom. Még egy élet. Nézzük már meg, hogy mennyi. 26 életem van, 18 dinamitom. Shotgun shell. Több izé silver bullet ammo van, mint rendes ammo. Két amplifier. Jó. Én úgy érzem, jó lesz ez. Tele vagyunk izével, Spears, Britney Spears-el. Innen potyognak le folyamat ide elém. Ellenfelek. Úgyhogy nem olyan vész. Ez itt nem út. Legalább ezt tudjuk. Hú, valami chanting van. Készülj. Fölrakok most lehet egy shieldet. Miért ne? Azt olyan keveset szoktam használni. Kettő. Ott egy virág. Módosítok, ott volt egy virág. És itt nyomok is egy mentést. Ez a csentelés, ez elég izé. Nem tudom, hogy ki csentel már. Lehet, hogy egy izé magnó felvételről jön. Bentről jöhet. Ezek a kőkorszaki emberek hogy építettek ide ilyen ilyen építményt? Aha. Ha. Az anyád, te jó, hogy rajtam volt az a shield. Ez honnan jött? Felszedem. Okay. Mentés. És ott megpróbálok felugrálgatni. Micsoda? Ebbe belehaltam. ezért levonhattak tőlem egy kis pontot. De hogy haltam bele? Vámpírokkal küzdök meg minden. A meteorák? Ja, az hihetetlen létesítmény. Ha. Mi? Nem, várjál már. A meteorák az nagyon brutál egy hely.
Nyilván, ezt nem tudom szétütni. Ezt a sámán dobot nem lehet szétütni. Rajta vagyok. Ez fura. Fura egy cucc. Ah. Ez a zene. Ez a kántálás, ez megzavar. Valami nagyon rosszat sejtek. Alanis. Arcane Wall. Amiről még mindig nem tudom, hogy micsoda mi. Nem tudom, hogy micsoda. Az Arcane Wall. Na jó, akkor menjünk be mi. És hogyha fölrobbantam egy ilyen... Elégetem. Elégetem az ilyen szarságaitokat. Na gyerünk! Mivel menjek? Az se biztos, hogy be lehet menni. De be lehet menni. Hát... Jól van. Menjem. Nem mondod. Ezt kaszálom. Ezt kaszálni fogom. Ezt kaszálni fogom, szerintem. milyen aranyosan ölt meg. Ezt megkaszálom. Ezt megkaszálom. Ezek kemények. Iszok egy kicsit ebből a kis vizecskéből. Innen jöttem. Eléggé belejöttem ebbe a fejezés dologba. Ha. Gyere. Ah. Hé, hát ott volt a két vágásom. Ez elég béna volt. Elég béna volt. Ez nem volt olyan szép. Az előző jobb volt. Ez nem volt olyan szép. Na, erről van itt nagy baszó. Nyomok is egy csalót erre, ez nagyon szép volt. Mi van, haver? Elvesztetted a fejed? Tesó. Így áll egy kis vizet. Hidrat... Jop. Haver! Haver!
Bocsi, hogy itt összetöröm itt az izét. Phoenix Egg. Az mi? Van egy Phoenix Egg-em. Oda néz. Megint valamilyen fura kántálás van. Főnix tojás. Van egy főnix tojásom. Hú. Itt akkor becsukódott ez az ajtó. Ez geci volt. Ez genyó volt. De ott szerintem megöltem valaki mást. Vagy ott egy hulla. Találtál? Van cápa. Nem lehet lőni. Jó. Ezt nem lehet lőni. Szerintem. Mi van még itt? Csaló, 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 csaló. Abszolút csaló. Mielőtt ennek bemegyek ennek a szobájába. Ez mi? Phoenix. Ah, Jézusom. Ah. Ez a Phoenix. Oda néz, milyen tolték, vagy Olmec. Ez inkább ilyen Olmec típusú, izé, indiának. Nem csinál semmit. Hogy keltessem ki? Csak egy ajtó van. Fákják. Egy madár. Nézd, az a fáki viszont nem ég. Az a fákja viszont nem ég. Kova? Ha! Kinyílt. Kinyílt az ajtó. Oh! Mi történt?
Ez kinyílt az ajtót, láttad? Ki tudok menni? Úristen, ez micsoda? Lássunk logikát, ülj rá, gyújtsd meg a fákját. Ja, de hogyha meglököm a fákját, várjál, akkor megpróbálom meggyújtani. Nem. Ezt meg kell lökni és ki kell repülni, szerintem azt mondja nekem a játék. Ha elfölteszek egy pajzsot. Hopp, kettőt. Hát kinyitja. Miért nem mehettem? Valami visszafele szívott. Nem tudok kiszállni. Mit kell ilyenkor csinálni? Kinyitom. Oké. Okay. És megölt az ablak. Mit kell csinálni? Honnan? Honnan? Ja, innen jó. Ah, oda néz, ott is van valami ott fönt. Lehet, hogy föl kell repülni. Ez mit nyit ki? Csak ezt az ablakot? Na, most akkor megpróbálok jól kiugrani. Ah. Lehet, hogy itt kell, ez itt fölvisz, és akkor ott ki tudok menni. Kinyitom az ablakot, és akkor fölvisz. Nézzük csak. Ah, megölöm magam. Megölöm magam. Egyszerűen megölöm magam. Mit csinálok? Kirepülök? Akkor csak az ablakon kell kirepülni. Hát különben miért nyitnál ki? De nem enged ki. Nem enged ki így. Valahogy visszaszív. Nézd, hogy beállt. Most nem úszkál sem erre, csak így be van állva. Hú. Segítsetek, mit kell csinálni? Nem lehet kimenni. Nem enged be. Pedig ez itt egy főnix, ez tuti itt valami fontos. Miért nyílik ez ki? Ez teljesen megőrít. Mit kell csinálni? Ablakhalál, KI-20. Utálom a gyilkos ablakokat. Ez ennyi KI+5.
Fönt kell csak jobban. Gyújts fel a tetőszerkezetet. Ez most cry for help-ot, Gabi. Szerintem tüzeskedni kell. Koponyával gyújtsd meg a fákját. Hogy kinyílik az ablak, akkor feljebb megy a főnix. Csinálj húzatot, hogy kinyílj a főnix. Ez mondjuk lehet, hogy amikor fölnyomom, akkor kell begyújtani. Nem. De itt fúj a levegő viszont, amikor az úgy jön. Fúj erre. Az jelent valamit? Az ott olyan létre? Azt kellene elérni? Várjál, hogy vagyunk? Hol van a... Itt van ez a szar, itt kinyílik. És akkor ott fölrepülés. És azt kéne ott becél... Úristen! Nem tudom, hogy ez megcsinálható-e. Nem bizt... Nincs elég izém. Boostom ehhez. Megdobom a tetőszerkezetet izével. Várjál. Beengedem a levegőt, és oda dobom a tüzet. Ide. How about that? Kicsit jobban. Nincs több. Jézusom, nincs több. Koponyás. Átmegy rajta a golyó. Mit kell csinálni? Valamit nem nyitottam ki. Lehet, hogy valahol még egy csinálni kell valamit. Itt ezt a tüzet kéne valahogy átirányítani. Lehet, hogy ki kell nyitni valahogy. Ez az ajtó nyílik ki közben. Ó, de közel volt. Hát én kezdem feladni ezt a cuccot. Most ott volt pedig.
Szerintem az jó volt. Mindjárt olvasok egy kis csetet. Nyisd ki az ablakot és fogd meg a madarat. Abba a tűzbe dobd be a főnix tojást, ki kell a főnix, meglovagolt, kinyitod az ablakot és elszálltok boldogan. A gyorsító. A gyorsító. Valószínűleg, lehet, hogy az jó. Lehet, hogy az egy jó. Menj vissza a játék elé. Kinyitod a koponya a madárba és puff. Nem nagyon veszem észre, hogy nagyobb lenne. Kinyitod és koponya a madárba, puff. A tűzbe dob bele a főnix tojást. Jaja. Nyisd ki az ablakot, fogd meg a madarat. Ha a gyorsítót használod. Mit ír erről a Harry Potter? Na nézzük, itt volt két dolog, amit most ki tudok próbálni. Az egyik az, hogy kinyitom az ablakot és belelövök egyet a madárba. No. A másik pedig, hogy benyomom a gyorsítómat. A gyorsító varázslat. Még bele is izélhetek. Villámozhatok egyet a madárba. Vagy a... Nézzük csak. Nem. Nem. Szóval akkor marad a gyorsítás. Nem repül gyorsabban. Nem repül nagyobbra is gyorsabban. Definitely nem kell lejönni ide a középre. Mert az nem segít. Itt innen kell indulni. De közel volt. Szél elfújja az ablaktól. Az jó magasra ment megint. De ettől a fehértől alig látok valami. Errefele, hogyha szaladok és innen fölugrok, akkor az lehet, hogy úgy kéne csinálni. Itt meg elfúj a szél. Totál lehetetlen. Pedig ott van a madár. Ott van pedig a madár. Hogy nem volt meg? Ezt kezdem feladni, gyerekek. A rakétavetővel ma be van elők. Nyisd ki az ablakot és gyorsítóval repülj ki. Az sem ment. Asszony verve modell felvéve jó. Na hát akkor nyissuk ki és vegyük fel a madarat. Egész egyszerűen vegyük fel a madarat. Elfúj tőle is a szél. Itt
középen nagyon fúj a szél. Akkor hát belejövök, madár. Na mi legyen? Hagyjam rá. Nyisd ki az ablakot és menj a madárhoz. Most itt voltam. Vágjak bele. Na, én belevágok. Nem csinál semmit velem az a madár. Hiába megyek oda, Levi. De most vagy nagyon jól kell ezt csinálni. Ablak kinyit, odaáll a madár alá. Jó. Gyerünk, madár! Vigyé! Vigyé, madár! Nem akar vinni. Nézzük, van-e valami varázslatom, ami itt izé kinyírás. Nem lehet kinyírni. Ez se jó. Nem. Hopp. Még ezt megnézhetjük. Ez mond-e valamit? Csak jobban megmutatja a madárkát, a dögöt. Itt olyan, mint hogyha lennének alul szobák. Ez nagyon érdekes volt, hogy nem öltem meg magam azonnal. Mondhatni mászni. És nem tudom, hogy ezt ráhagyjam-e, vagy izé, vagy mi legyen. Tudom, hogy ott van fenn a madár. Látást is csináltam most, lőtt ki, nézd fel a... Nézd fel középről. Fogsz látni fent, azt lőtt ki. Ja, de hát ezt már próbáltam. Nem csinál semmit velem. Minden szétrobbantok most. Nem csinál semmivel senki semmit. Ez valamilyen túl nagy logika hiány. Na, logika kell ide. Az lenne a legtisztább, hogyha ki lehetne menni az ablakon. És itt lenne valami kis ledge. Lehet, hogy megvárom akkor, hogy még nem fúj a szél. Csak eláll egyszer a szél, nem? De jó volt pedig megint. De az a baj, hogy ott még nincs is semmi, amin megkapaszkodna az ember. Elérek odáig, és az nem egy izé, nem egy létre, azt már néztem. Csak egy
fa panel. És amikor nyitva van az ablak, akkor a fönti madár mit csinál? Altasd el a többi fákját. Nem úgy néz ki. Hát itt abba is hagyom ezt az egészet akkor. Én nem tudom, ez most megint kirakom az elakadási jelzőt. Passz. És így még el is fúj onnan. Még nyitva volt az ablak, szóval ez még jó volt. Ah! Lehet, hogy nem is kell kinyitni az ablakot. Ha csak úgy simán felszállni. Na várjál. Na várjunk. Melyik oldalról kéne? Erről? Ah! Ez de szemétség volt, ezt elértem. Nézzük akkor a másik oldalról. Megint elértem. Akkor felugrok oda az ablak szegélybe. És innen Na. És nem lehet ide állni? Eddig ide lehetett állni. Baszó. Aha. Ez nem jobb. Ja, itt van egy nagy dupla ajtó, de ez nem reagál semmit. Még csak azt sem mondja, hogy... It won't budge. Semmit nem mond. Arra gondoltam, hogy van az a az a kaszás ütés. Hogyha lehet, hogyha jó időben nyom, akkor lehet, hogy fölboostol vele. Pedig még el is találtam. Túl nehéz lenne. Nyomd meg az összes fákját. Nyomd meg az összes fákját most. Túl nehéz lenne. Hát töki. Olyan logika fejladványok voltak, meg ügyességi részek, hogy... Ja, az a megoldás, hogy mindenkibe bele kell vágni egyet.
van, az a megoldás. Messze. Lehet, hogy ez a megoldás. Nem tudom, gyerekek. Hát itt be kell kapcsolni valamivel. Anyád. Fair play. Notesz. Ne menj vissza, ugorj be a tűzbe. Ugorjak be a tűzbe, de jó. Kezdtek kifogyni az ötletekből, srácok. Itt ebbe a tűzbe ugorjak bele, majd föllök. Aha, nem is ölt meg olyan gyorsan. Ez kb. Olyan volt, mint amikor levi a gejzírben, hogy a víz alatti lávában. Ó, nézd, itt egy főtt hal. jó. Én szerintem lemegyek oda, itt ezt nem tudom, hogy kell ezt megcsinálni. Mi volt még? Notes. Nézzük a Notes-t. Come to me if you dare, die in a mortal's death. Bethany. Csak Bethany jó kívánságai. I watch you one by one destroyed my sisters and brothers. Kissinger-t is leöltem. Már csodálatos ember vagyok. De ha őt akarom kinyírni, akkor én halálfia vagyok. Na, és akkor, mivel el van mentve, nézzük meg ezt a izét. Itt van valahol a kezembe? Nézd, nincs is itt. Nincs is itt, ahogy hívják. A tojás. Silver bullet. Na jó, megyek. Megyek egy kicsit erre. Megnézzük, hogy mi újság errefele. Aztán mára jó lesz nekem. Úgy nézem, hogy ez egy kicsit hosszabb sztori, mint amire számítottam. Komolyan azt hittem, hogy amikor megöltem a izét, az Edgar Allan Poe-t, akkor itt vége van. De hát... még egy kicsit tovább kell vinni. Erről jöttem mi. Nem kellett semmit csinálni, valami kart meghúzni. Nem, itt csak jöttek ezek az emberek. Jöttek az ős emberek. Ó! Oh. Hopp! Öcsi! Hopp! Öcsi! Ez te kemény volt. Én azt hittem, hogy ez már nem él. Ha, szép. És még ki is rölgött, azt mondta, hogy ha. Öcsi. Na. Soti. Nem, ezzel. Ugyanazzal megyek ellenük. Amikor ők jönnek ellenem.
Kozsó the Kid. Ismét. Mellé. De micsoda, most komolyan mondom, ez valami főnök, vagy mi a helyzet? Ez kapott mindent. Kapott mindent, ami csak kell, és az a fejes, az mi volt? Kozsó the Kid lecsapott újra, szeme közé. Nem jó az a szar. Hozok pisztolyt, amíg még van. Menj visszább. Hát, ha még ott... Még állt egy szörny. Megvan. A tojást kell bedobni a tűzbe. Attól kell ki a főnix. Hát, röpködnek itt a minuszokba azok. Ez egy final boss, jobban. De a főnix tojást nem tudom a kezembe venni. Ergo nem tudom beledobni a tűzbe. Pedig én vagyok! Enyém volt pedig a... Ah! Én vagyok magasabbi ponton! Mi történik itt, kérem szépen? Ezt nem lehet megölni, ezt az embert. I have the higher ground, bro! I have the higher ground. Az első az így meghal szinte semmitől. Lehet, hogy arra lövök. Hat lövetű. Na, jöjjünk. A rohadék. I have the higher ground, bitches. Úristen! Rohadt szemét! Nem vagy te boss! Nem vagy te senki, köcsög! Oké. Okay. nagyon fáradok, gyerekek! Szóval nem fogom sokáig vinni. Stresszes. Na, az anyád. Annyira stresszes ez a játék, pont. Meg is erősítette. Amit mondtam. Itt valami lesz. Ide érzem. Itt van a teljes Olmec, emberáldozó. Szentély ott. Itt lejöttem ide. Mondom, hogy itt lehet valamit csinálni, szerintem. Van ez a két kondor, vagy sas. Nagyon szép ez a templom. És én most ezeket az indiánokat ölöm, de minek? Kinyitottam. Ott a főnix. ez most mi volt? Komolyan mondom. De megvan a megoldás. Itt kell venni. Szét kellett nézni. Ennyi. Így van. Szét kellett csak nézni.
szét kellett nézni. Szóval... ki kellett itt jönni azonnal. Ezek szerint. Nem nézni a madarat, ahogy izé... kijönni. És ez itt így mind jönni fog. Itt fölrohanni. Na jó, itt gondolom nem fogok egyszer sem meghalni. Mentés. Hú, atomstresszbe vagyok. Hú, oda néz. Ó, oh, valami repült. Á! Á! Hol vagy, madár? Köcsög madár. Half pack. És már tudjuk. Ah! Ez na jó béna volt, ez jó béna volt, de most kell megfogni a lábát szerintem. You picked up. KJJ minusz 4 millió. KJJ minusz 4 millió, ezt magamnak adom. Hát ez megvolt, már a kezembe volt a főnix. Hol vagyok? Ah. Már a kezembe volt a főnix. Hopp! Ennyi. Köcsög madár. Save. Ah, shit. De béna volt már megint. Ez a szél, ez nagyon genyó. Megvan a főnix? Ha? Kinyílt az ajtó, és megvan a főnix. Négy főnixem van. Akkor ez valószínűleg nem, csak úgy elnyomogatom. Save. Megvan a főnix. Es fel, haste, főnix, minusz 100, csak simán vedd fel. Ne gondold túl. Na, tűzálló vagy már? KJ plusz 30, visszahoztam a 4 millió, most már csak 3 millió, izé. 999.960, 70. KJ pontban vagyok. Na jó van. Én így kb. Boldog is vagyok ezzel. Ennyi az idő. 11 múlt. Már nyomom egy ideje, mit szóltok? Kezdjünk el játszani. Én már egész boldog vagyok ezzel, ahol most vagyunk. Tudod? Phoenix Egg. Ez valószínűleg a BFG megfelelője. Hol van? Kassa? Na, hol van? Itt van. Teljesen értelmetlenül. Hogy hívják? Ki a Molotov koktél, kis pityó között. Teljesen értelmetlen. Főnix, itt tartják a főnix tojásokat. Innen no bullshit. De én már ezzel boldog vagyok.
kedves testvéreim, az űrben. Én már itt nem akarok tovább félni. Kell még egy kis, kis idő, mielőtt még lefekszek, amíg detoxikálom magam ebből a játékból. Kis a teámat ma azon kiöntöttem, és itt... Yep, totál hideg. Még cigiszünetbe kiöntöttem oda, és totál elfelejtettem. Én ezt befejezném mára, ezt a rettegést, hogyha nem bánjátok. Szerintem kúrosokat jöttünk, már itt gyakorlatilag szerintem egy boss fight lesz, vagy kettő, három. Ki tudja. Ja, köszi. Na, mit szóltok, én itt most rá is hagyom. Itt. Egy kis köcsög loot, itt lesz még egy főnix tojást, itt fölkapok. És aztán elkezdek főnix tojásokat dobálgatni. Riptel. Pedig jó tel. Egy ilyen kertből átlógott egy citrom. A fáról egy citrom az útra, és akkor gondoltam fölveszem. Megmosogattam, olyan jó citrom. Sokkal több íze van, mint a boltban kaphatóknak. Na jó, most van itt a citrus időszak. És voltunk valamelyik nap narancsot szedni. Kaptunk két fát, amiről leszedhettük az összes narancsot. Na, én ezt elmentettem, mi? Chase. Na, már megint üldözni kell valakit, úgy nézem. Nagyon jó. Elmentjük még egyszer azért, biztos, ami biztos. És kiváltok innen. Ja, várja, nem is ki kellett volna váltanom, hanem csak Ó, de összezavartam most a gépet ezzel. Jézus úristen. Szóval meglettünk hívva egy ilyen narancsos kertnek. Leszedhettünk két fáról narancsot, tök ingyé. Kurva jó fejek voltak. Kicsit szedtünk két hatalmas nagy bevásárló táskányi narancsot. Nem nagyon lehet látni, ott mögöttem ott van. Most inkább nem ott... Várja? Ott figyelnek az narancsok. Meg a hűtőbe, meg a másik szobába. Ja, ilyenkor terem kurva jók. Kurva jók. A legjobb. Összehasonlíthatatlan. Olyan édes, mint az állat. Van vérnarancs, az egy kicsit savanykásabb. Grapefruit. Amit akarsz, bazd meg. Narancspálinkán. Hallod? Sört se iszok, úgyhogy nem tudom, mi lesz velem, hogyha meghalok. Mert szerintem meghalok otthon. Egy barátságos kis söröztől a kedvesbe, és én engem úgy kell hazavinni. Ja, a vérnarancs az nagyon jó, meg a grapefruit is. Na, azt szoktuk reggelente egy jó kis juice-ba. Amíg van, addig lehet nyomni. Immun booster. Így téli hónapokra. Na, remélem tetszett az adás. Szerintem kurva jó mondtam. Valahogy meglepő módon nagyon jól ment a játék, úgyhogy betanít például elsőre. Meg szerintem Edgar Allan Poe-t is szerintem elsőre. Levágtuk a láncát, és aztán meg iszonyatosan a fejét. Haver. Velem nem lehet szarozni. Pót, azt levágtam a fejét, miről beszélsz? Az volt a Pó. Mert amikor felvettem a kulcsot, akkor az ő szobájának a kulcsát vettem fel, meg az A kapcsát. Kinyitottam az ajtót az ő kulcsával, és beraktam az A kapcsát abba a logó szarra. Nem, egy csajt megöltem, akit nem tudom, abszolút Elizabeth vagy valaki lehetett, nem tudom ki volt az. Az is elég gagyi volt, mert kettőt kellett vágni bele kaszálva, nem? És utána bementem a Póhoz, a Pót is levágtam a fejét, és akkor kaptam meg ezt az álmot azzal a nővel. Hogy ez a démon csajja. Mágint egy démon csaj. Akinek most a világába vagyok, vagy én nem tudom hol vagyok. És őt üldözöm még. Jó Varga házik P.
Egy jó pálinkázás az nagyon hiányzik, tesó. Az jó lesz. Az majd fölmelegíti a lelkemet. De remélem akkor haza kísérsz majd. Ez a nő, ez nem tudom mi lehet. Ez már egy ilyen olyan, mint a Kissinger. Ilyen már több, mint egy vámpír. Mert így a Kissinger is így a pelikánokat irányítgatta, meg ilyesmi. Ez meg itt, nem tudom, az olmekeket irányítgatja, ezek ilyen retardált indiánok, vagy nem tudom, hogy kik ezek. Ilyen hatalmas nagy troll indiánok. Szerintem essentially ő egy szarumán típusú végellenség lesz. Ha ő lesz a végellenség. Ebben a játékban nem lehet tudni, mert utána lehet, hogy kijön belőle Cthulhu. Mert az a kút, ami végül beszippantott, az szerint az ott fölvezetett valamilyen, nem tudom hova, és ott volt valami szörny. Pelikán elvtárs, ja. Apophis-szerű, az nem tudom mi az Apophis. Pelikán ügyirat, így van. Pelikán elvtárs. Szóval, ja. Az a picsa még biztos lesz. De mivel ennek a helynek, ahol mentettem, az a neve, hogy Chase. Apophis a csillagkapuba van. Ja, az hatalmas nagy feka, akinek ilyen 3D-s tetkó van a homlokán. Én nem tudom, hogy néztem. Néztem valamennyit, biztos, hát az elkerülhetetlen volt. Nem ő volt az? Telak. Jó van. Én néztem valamennyit, de nem azt néztem. Én izét néztem, a Sliders-t néztem akkor, szerintem akkoriban. Sliders az kurva jó volt. De fehér szemű, vékony, mély hangú. Na, arra nem emlékszem egyáltalán. A Stargate-ből csak a izére emlékszem. A fő emberre, meg erre a kigyúrt nagy feka. Vagy nem is kigyúrt. Szerintem csak ilyen nagy darab feka. Akinek egy ilyen 3D-s tetkó volt a fején, meg valami botja volt szerintem. Urgamák. Persze, de szerintem az Urgamák az előbb volt. Szerintem az Urgamák előbb volt. Az Telak, a Solva. Solva azt jelenti áruló. Hát nagyon... Nagyon szép. Majd veszek tőled Stargate órákat. Úgy látom, soha nagyon jártas vagy a tudományokba. A Stargate tudományokba. Nem. Sliders, gyerekek. Sliders. Csúszunk. Az kurva jó volt az a sorozat. Hands down, kurva jó. Meg nem tudom akkor már, hogyha már így egy nosztalgiázunk, emlékeztek-e arra, hogy volt egy ilyen egy ilyen könnyed amerikai kis sorozat, hogy így a tóba így lezuhant valami UFO, vagy valami ilyesmi, és ilyen fények voltak, és aztán így egy ilyen nem tudom, hogy fizikálisan is megszállták-e őket, vagy nem, leklónozták a kis falunak a lakóit, és így nem lehetett tudni, hogy ki az UFO. Na, jó volt. Nem tudom, milyen neve. A falu, vagy... Nem. Az kurva jó volt az a sorozat, és a fő gonosz, az egy ilyen híres gonosz faszi volt. Szerintem ő volt a függetlenség napjában is valamilyen ilyen negatív karakter, meg ilyesmi. Szerintem az volt aki az... Ja nem, az csak hasonlít rá. Na mindegy, de ilyen... Ja, sheriff, azaz. De volt a jó sheriff is, akinek meg ilyen 90-es évek jóképű gyerek volt a ilyen tini színész felnőtten volt a szereplő. Ja, a vágom kurva jó kis sorozat volt. Téken? Nem Téken volt. Na majd megnézem, hogy mi volt az, mert arra emlékszem, hogy volt szerintem két szériája is, és azt hiszem, hogy nem fejezték be. Ami ilyen nagyon csalódás.
Nem Taken, valami, szinte valami Dawson Creek, nem az volt, de izé, de valami hasonló. Valami kisváros neve, vagy valami ilyesmi, vagy Lake, vagy akármi. Magyarul nem fogom tudni. Na jó van. Gyerekek, nekem nyomja már fülemet ez a szar. Meg itt izé... Itt sikítozik ezt, nem is tudom, hogy miért nem halkítom le. Meg egyáltalán miért nem léptem ki a játékba. Szóval izé, már nyomja a fülhallgató. Németek félnek a földön. Na lépek aludni is, kattanjuk. Szávasz edzőbár, köszi, hogy itt voltál. Meg én is befejezem már, szóval izé, most már nyomja a fülhallgató a fülemet iszonyatosan. Úgyhogy köszi, hogy itt voltatok. Még befejezzük ezt még izé, mielőtt elindulnék a turnéra. Egyébként a turnéjegyeket meg lehet venni, decemberi időpontok már sajnos elfogytak, elővételben még lehet a januáriakra foglalni talán, ugye. Ugye legközelebb most még szerintem a jövő héten lesz egy izé adás, amikor nem lesz foci, és utána pedig izé a turné. A turné játékfolyam már lefixált egy izét, egy fellépést. Nem tudom, majd gondolom attól függően, hogy ment az adás, mennyi boostot kapott, attól függően izé lefixálunk még több kóp adást, és hát veled majd nem tudom, majd beszélünk, lehet, remélem jársz Szegeden, vagy majd amikor Pesten járok. Ja, az a terv, hogy befejezem az Undyingot a jövő héten a következő adásban. Már nem lehet sok. De már szerintem átmegyek a lépcsőn, itt lesz valami pár őr. Leölöm, bemegyek egy szobába, és már ott van a visual. Már csak így izé. Csak már nem bírom már ma befejezni. Január 13 stream lesz? Persze, hogy lesz. Január 7, január 13... január 31, minden lesz. Gyere le Szegedre, jaj, mindenképpen. Mert ugye Charlie-val, meg így télen. Charlie még soha nem volt télen, tehát ilyen hidegbe. Úgyhogy az még kitéses lesz, hogy milyen, meg egyébként is izé, csak 3 év, vagy 2,5 éves, kicsit több. Úgyhogy izé annyira nem mozognék vele izé szabad égen. Autó az meg nem biztos, hogy mindig van, szóval ja, az a legbiztosabb, úgy lehet velem találkozni, hogy Szegeden, bárhol, bármikor. Úgyhogy majd ott találkozunk. Szevasztok, és akkor jövő héten visszatérek még a befejezéssel. Addig is puszika, vigyázzatok magatokra, és várjuk a Subnautikát vasárnap, vagy nem tudom, Levikém. Hát jó, mi? Go, 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 go
Cochon, 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 c